Sziasztok, szeretettel köszönünk ismét mindenkit. Bejutottunk, túl vagyunk már 2-3 hands-onon. Grette, a mai napot az új Warhammernél kezdted. Mi akkor szét voltunk szakadva. Én mentem Mad Max-ezni, te Warhammerezni. Hát nem tudom, ki járt jobban. Mesélj erről az egészről, ami veled történt. Igen, hát ez a Warhammer Vermintide című játék volt. Gyakorlatilag egy Left 4 Dead klón, ezt a svéd fejlesztők is teljes mellszélességgel beismerik. Gyakorlatilag ugye az igazi Warhammer világának most a vége van, katasztrófa, élőhalott vámpírok, patkányemberek és hasonló szörnyűségek megtámadják a világot. Itt helyezkedik el ez a Left 4 Dead egyszerű játék, négyfős kooperatív mód. A nagy különbség a Left 4 Deadhez képest, hogy itt a karakterek eltérőek, tehát különféle kasztok vannak, amelyik mindegyike fejlődik és illetve új tárgyakat lehet találni. Tehát ezzel dobták föl, de maga a játék tempója az teljességgel Left 4 Deadre hasonlít. Nyilván a Warhammeres dolgokkal, tehát itt varázslatokat használsz és közelharci fegyvereket, nem feltétlenül lőfegyvereket, bár például a törpének kipróbáltam egy ilyen tűzvetőjét vagy lávavető fegyverét. A grafika közepes, a tempó nagyon jó volt, és a játék már most is egész élvezetes ahhoz képest, hogy egy nagyon korai verziót tudtam kipróbálni egy laptopon, ami néha még szaggatott, néhány terület nem volt még teljesen kidolgozva, de a megjelenése szerintem ezeket ki tudják javítani. Nem hiszem, hogy annyira sikeres lehet, mint a Left 4 Dead, hiszen amögött a Valve állt, és nagyon pörgős játék volt egy csomó DLC-vel, de egyelőre teljesen biztató kezdetnek tűnt, úgyhogy nem azt mondom, hogy felugrott az E3-on látott legjobbak játékok közé, ugyan beleértve a sajtótájékoztatókat, de teljesen jó vállalható játék volt. Megjelenés? Megjelenés még idén PC-re, PS4-re és Xbox One-ra várható. Nem sokára újra jelentkezünk, sziasztok!